Sziasztok, Frid vagyok, és ebben a videóban kicseréljük a kúruszon az első telót, mert ez így hitványul rugózik. Persze, persze, persze. Ez volt a legkönnyebb művelet. Kijött a kereszttartó, ezt egy imbusz kulcssal, meg egy kalapáccsal kiültöttük, meg két oldalt van benne csavar. Aztán csak lehajtod, innen be kell nyúlni. Ez lesz a jobbik buli. Még a lepett csavarjait is leutánozták. Ez az új, ugye ez a tekerős régi fajta. Ennek az a hibája, hogy mindig itt koszolódik, de amúgy se rugózik valami nagyon. És ez meg külön fújható. Olyan, mint a lepednél, csak ugye ebben nincsen kompresszor, csak simán ezt a csavart kilazítottuk, aztán kiütöttem egy imbusz kulcssal. Innen a távtartókat ki kellett szedni, és átrakni ide, mert hogy sokkal keskenyebb, mint amivel jön. És ahogy nézem, ez visszacsillapítás is van rajta. Nem úgy, mint a Mantisnál, így már nem fog pattogni, mert ez tényleg a legegyszerűbb rugó, ami létezik. Egy 1.400.000-es rolleren? Ha 10.000 forintos, mondjuk ez 15, de akkor is légkamrás. Ja. De már megint itt vagy? Hát a kimaradt jelenetekbe fölkerült teljes egészében. Mondom, ez túl lóg, nem fogjuk tudni betenni, ezt a leeresztesz belőle, összemegy, kicsit fújsz bele, akkor magasabb lesz, és akkor pont lukra lehet játszani. Hát nem volt még ilyennel dolgom, csak a vepeden, de ott meg ugye volt benne kompresszor, úgyhogy elég jót röhögtünk. De összességében mennyi egy 15 perc így hülyéskedéssel, úgyhogy mindjárt letesszük, aztán megugrálja. Mint a hülyék a teszt videókban. Nem? Sok idióta. Na, annyi volt, hogy meg sem mozdult ez se, és az alsóból kieresztettem az összes levegőt. Hát mondjuk nem fog azaz, látszik, hogy mozog. Jó, és nem sikerült a tükröt se szétfejelni. Ez is kész. Lassan már a roller lesz belőle. Összes hibáját kijavítjuk. Még a hátsóra is kell. De a hátsó az jól mozog. Igen, csak oda behajít minden szemetet a eső. Ja. Jó. És erre csak rapog. Hát, igazából ez a videó. Ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek a semmit. Fit voltam.